június 17-én szombaton rendezték meg Szakadáton a német betelepülés 300. évfordulójának ünnepét, és az épület fala egy a történelmi eseménynek emléket állító táblával lett gazdagabb. Ez még mindig egy német ajkú település, és egyre németesebb lesz, hiszen rengeteg család költözött ide Németországba, fiatalok és idősebbek is, és amúgy is egy német ajkú település volt, és nekem ez a szívem legnagyobb bánya, hogy ezt a 300 éves jubileumot megtartsuk, és emlékezzünk őseinkre, akik 300 évvel ezelőtt elkezdték ezt a falut felépíteni a semmibe, hiszen 100 évig lakatlan volt ez a település. A településen a német kultúrának fontos szerepe van, hiszen sok külföldi és német ősökkel rendelkező család lakik itt. A jubileumi programon különböző német nemzetiségi előadásokat tekintett meg a közönség. Nekünk ez a falunapunk, és azért tettük ezt a rendezvényt mára, hiszen tegnap volt Jézus szíve ünnepe a egyházban, és a mi templomunk Jézus szíve temploma, amit őseink 1763-ban fölépítették. A templomunk a Dél-Dunántúl egyik legnagyobb plébánia temploma, és méltóképpen próbálunk őseinkre és a falu őslakosaira emlékezni. A szakadáti 300 éves jubileumi rendezvény megtöltötte a tájház udvarát. A Diósberényi óvisok fellépése és egy díjátadást követően az esemény fénypontjaként felavatták a betelepítés emléktábláját.